Rudnicai Rudolf törzzászlós és kerikutyája nyomon van. A négylábú rendőr a pénztárgépről vett szagmintát, és azt követi most. A kutya nem messze a kisbolttól, megtalálta a rabló hátrahagyott kesztyűjét, sapkáját és napszemüvegét, majd egy kocsma felé vette az irányt. A rabló úgy vette ki a kasszából a benne lévő mintegy 40 ezer forintot, hogy közben kiszakította a fiókot. A tulajdonost felesége értesítette a történtekről, akit mivel a tettes fegyverével fejbevágta, kórházban ápolnak. Az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedett. A feleségem telefonált, hogy azonnal jöjjek le. Nem messze lakunk innen, mert nagy baj van. És kérdeztem tőle, hogy mi baj van. Hát mondta, hogy egy pisztollyal leütöttek, és elvitték a kasszából a pénzt. A rendőrség a bejelentés után nagy erőkkel érkezett a helyszínre. A nyomkövető kutyán kívül tucatnyi nyomozó és járőr is a tettes kézre kerítésén dolgozott. Az elkövetőt azonban egyelőre nem sikerült elfogniuk. Bement egy ismeretlen férfi az üzletbe, fegyvert fogott rá, majd miután bántalmazta, magához vette a bevételt és gyalogosan eltávozott a helyszínről. A közterületi állomány, illetve a civil nyomozók együttesek meg a férfi keresését, egyelőre még nem sikerült a nyomára bukkani. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a rablásról, az hívja a székesfehérvári kapitányságot. Bejelentést a 22-es körzet 541-600-as telefonszámon, vagy a 107-es 112-es segélyhívó bármelyikén tehetnek a szemtanúk.